bevándorlók. Ahogy mondta Rolandka, hogy mi cigányok bevándorlók vagyunk, migránsok vagyunk, örülünk nem. annak. A társadalmi együttélés szabályainak meg kell felelni. Ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű. A törvények mindenkire vonatkoznak, akkor is, hogyha lakatosnak hívják, akkor is vonatkoznak rá a törvények. Én éppen ezért, de... Cigányok, nektek, annak. De nektek de az miért jó, mi? Hogyha állandóan pereskedni kell, feljelentgetni kell? Miért nem jó az, ha szépen meg tudjuk beszélni, mint szomszéd a szomszéddal? Én ma szépen megkértem, most megint olyan dologból csináltatok itt, amiről ti nem is tudtok. Ti nem is tudtok, mert most jöttetek haza ebben a pillanatban. De vajon csináltunk? Most egy hatalmas nagy izé kavalkádot. Semmit nem csináltunk. A semmiből valamit. Nem létező parázsból ne szítsatok tüzet. A Patrikot? Makula, büszke lehetsz magadra, hogy itt szépen ebből csináltál egy ekkora szép nagyot. Nem igaz, itt jöttél el, kiabáltál, és megkértelek, hogy ne innen, légy szíves, mert megint nagyon hangosan kiabáltál. Nem arra kiabáltam, hogy anyukád úgy tett nekem, hogy nyaljam ki a segítségét. Nem, senki nem szólt akkor még hozzád. Itt mentél el, mióta ide költöztél, itt olyan méretű hangzavar, égetés, zenehallgatás, minden van, minden másnap részegek vagytok, de senki nem szól rátok, vagy ki tudja, mit drogoztok meg minden. Senki nem szól, csak megkértelek, hogy most szépen, amikor üvöltöttél a ház előtt, sötétedik, pihenni szeretnénk, légy szíves, ne üvölts, ennyi volt. Most az egészből csináltál egy ekkora nagy... Három tucat ember összeszaladását. Minek? Viseld el azt, hogy rád szólnak. Tud elviselni. Tud elviselni. Legyél intelligens. Legyél intelligens, hogyha megkérnek, hogy légy szíves, ne kiabálj, akkor azt mondod, elnézést, bocsánat, és mész tovább szépen csöndben. Legyél intelligens. Igen. Igen. Anyukát, úgy csináljuk. Pont ezt mondom. Pont ezért mondom, hogy felesleges egymást feljelentgetni. Sokkal egyszerűbb, ha meg tudnánk beszélni, csak veletek semmit nem lehet megbeszélni. A Klaudiát szépen megkérte az anyu itt valamelyik nap, hogy egy picit csöndesebben, nem a gyerekek, a felnőttek üvöltenek, nem a gyerekek, a felnőttek. Mindenki egymásnak ide, oda, amoda, de se nem szólunk csak. Egy hónapban egyszer. Szépen, mert az, hogy bent erre ébredek reggel 6-kor, hogy üvöltötök, az a közöm, ha nem hallanám, nem érdekelne. Hogy azt mondtad nekem, hogy bűvölt cigány a tetves kurva anyja. Nem igaz, hazudsz, állandóan hazudsz, mindig hazudsz, állandóan hazudtok, nem érdekel a hazugságotok. És miért támadott meg azért egyik iker, nem tudom éppen melyik. Az, amelyik majd a felvételen ott van. Magát ne is feküdjébe a kórházba. Te. Be kell feküdni a kórházba, szedni a gyógyszereket. Hogy a tetves kurért, a cigányért. Azért, mert maguk kiadják magukat, nem tudják magukat ki. Bortogatni. Garázda se. Ki kell bortogatni. Én szedjem ki a kezed, bűrk! Gyere ide! Hagyjátok! Na jó,